Kritikus aszály van jelenleg az országban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből pedig már tavaly is az országos átlagtól magasabb aszálykárt jelentettek be. A helyzet ősszel tovább romlott, így az őszi kalászosokat olyan talajba vetették, ahol nem lehetett első osztályú terményre számítani. Az elmúlt időszak csapadékszegény időjárása miatt a 2019-es kárenyhítési évben a termelők eddig közel 550 aszálykárt jelentettek be, mintegy 24 ezer hektár területen, áll az Agrárminisztérium közleményében. Ennek a számnak a nagyságát az mutatja, hogy az elmúlt év hasonló időszakáig csupán egy kárbejelentés érkezett 41 hektár területre. A gazdák az agrárkárenyhítési alapra számíthatnak. Az elmúlt években már 25 milliárd forintnyi összeget sikerült felhalmozni. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke kiemelte, akik eddig nem vették komolyan az öntözési rendszer kiépítésének fontosságát és fejlesztését, azok most belátják, mekkora szükség van erre a vízhiányos időszakokban. A kormánynak vannak olyan programjai, most is van egy ilyen több mint 35 milliárdos, ahol azokat a meglévő csatornarendszereket, amiket valamikor használtak, és talán ezeket lehetne előbb üzembe helyezni, és kevesebb költséggel. Ezeknek a megvalósításának, rendberakásának sok áttemelő szivattyút elloptak, megrongáltak, ezeknek a pótlása az első körben jelentetne nagy lépéseket. Örömmel dicsekedhetünk azzal is, amit évek óta magunkon keresztül vágyálomként megfogalmaztunk, hogy itt a délnyérségben a vízválasztón egy nyomotvezetéken elvezessük a vizet, és ezeket a csatornákat, a meglévő csatornákba vizet juttassunk oda, ahonnan valamikor ezek keretek és egy zsiliprendszerrel visszatartjuk a vizet. Szóval a projektlistába mégiscsak sikerült ezt beleerőltetni. A tavalyi évben 100 mm csapadék hiánnyal számoltak Szabolcs megyében, ez idén már 120-130 mm-re nőtt. Ez annak köszönhető, hogy télen is mindössze 20 mm-nyi hó esett. Rácz Imre azt is hozzátette, soha nem fordult még elő, hogy március 15-e körül a gyümölcsösökben már öntözni kell. Egy másik probléma, hogy a megyén hasznosítatlanul folyik át a természetes víz. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóságnak csekély lehetősége van a vízkivételre a folyókból. A Rétközi tó mellett van egy hely, ami a Tisza vízének vízkivételét teszi lehetővé. Azért igyekszünk mi a folyók vizét olyan tekintetben kihasználni, hogyha árhullámok jönnek, akkor mi ezeket az árhullámokat kiengedjük a csatornáinkba, tározóinkba. Ez a közelmúltban, pontosan ebben az elmúlt hónapban meg is történt. Tehát mi a Szamos árhullámából, illetve a Tisza kisebb árhullámából tudtunk egy elég jelentős vízmennyiséget kiengedni. Ez az elég jelentős vízmennyiség, ez egy 4,3 millió köbméter. Ez segített a Beregen, illetve jelentős mértékben a Rétközi tavon. A Szamosból kinyert víz pedig a Tunyogmatolcsi Holtmaroson, illetve a szamossái tározón. A jövőben elsősorban a folyókból, mobil szivattyúk segítségével nyerik majd ki a vizet.